Boldogok a sajtkészítők, hangzik el a Brian élete című filmben. Köszöntöm Önöket, hogy igazat állít a Monty Python filmtörténeti klasszikusában, annak járunk most utána. Székesfehérvárról egészen egy pátka melletti tanyára utazunk. Tartsanak velünk! Portobágyi Ivánhoz igyekszünk egy pátka melletti kis tanyára. Az egykori gátőrházhoz egy murvás út vezet csak be a repceföldeken keresztül. Amint megérkezünk, Iván és két kutyája fogad minket a kisház udvarán. Kávéval kínál és beszámol arról, hogy telt reggel óta a napja. Iván 5 évvel ezelőtt költözött ki erre a helyre Fehérvárról. Hogy miért? Hallgassák csak! Ezért, a nyugalomért nagyrészt. Sajtot manapság ugyan már nem készít, azt mondja azért, mert sok volt vele a gond. De hogy ki is ő valójában, és hogy boldog-e itt, mint egykori sajtkészítő, azt mindjárt elmondja ő maga. Gyöngyösen, 67-ben, egy szép nyári napon egyszer csak megszülettem. Nem emlékszem rá, az édesanyám volt, aki el tudná mesélni. De nagyon rövid ideig éltünk ott, egy éves koromban elköltöztünk ide Fehérvárra, apám itt kapott munkát, akkor nyíltak a bányák itt a környékben, és ők ide költöztek. Apám bányász volt. Nem indultam semminek, tehát én mindig is másképp gondolkodtam, vagy másképp csináltam a dolgaimat, mint a többiek, nem voltam a nagy átlagnak a tehát nem tartoztam bele a nagy átlagba. Nem voltam egy jó tanuló, Isten igazából nem érdekelt semmi, csak az állatok. Egy panellakásban nőttünk föl, ahol nekem az akváriumaim nem díszhalakkal voltak tele, hanem mindenféle tavi kütyükkel, gőtével, galambokat tartottam a panellakás erkélyén. Három kutyával sétáltam megállás nélkül, és mindez egy panellakásban a szomszédaink örömére. Ez most az 5. éve, hogy itt élek kint ezen a helyen, de előtte is egy hasonló helyen éltem Fehérvár mellett egy régi aszalvölgyi vízműházban. Azt akkor épp azt béreltem, aztán utána ott fölmondtak, és beköltöztem Fehérvárra, a Budai útra egy kis lakásba. Na, az a halálom volt, és aztán egy évre rá kiköltöztem ide, ahogyan benne. Nem pátka mellé akartam jönni, hanem valahova. És egy ismerősömön keresztül kaptam ezt a lehetőséget, hogy ide jöjjek. Egy elég hosszú, 10 éves szerződéssel tudtam ide jönni erre a helyre. Mindenféleképpen állatokkal akartam foglalkozni. Többféle állattal, tehát nem csak azzal, ami most van, hanem kiskérődzőkkel szerettem volna foglalkozni. Aztán az időm ezt most nem engedi meg. Meg hát nincs igazán nagy piaca ennek a... Mindenki azt mondja, hogy igen, hogy mennyire keresik a kecskesajtot, meg a jussajtot, meg minden egyebeket, csak épp vásárlóképes kereslet nincs hozzá. Tehát az embereknek nincs rá pénzük. Mindig is nagyon szerettem a sajtot, és mindig is nagyon szerettem az állatokat. Még lent laktam Somogyban, mert hogy nekem volt egy ilyen kitérőm is, 16 évig, 18 évig éltem lent Kaposvár mellett egy kis faluba családommal, és ott vettem egy kecskét. Túl sok teje volt, tehát amikor megnőtt, akkor túl sok teje volt ahhoz, hogy megígyuk, de kevés volt ahhoz, hogy földolgozzuk. És akkor vettem hozzá másikat. Megvettem hozzá a harmadikat, és hát én
egész jól sikerültek a sajtjaim, amiket csináltam, és elkezdett kereslet lenni a dologra. Keresték az emberek. Aztán, hát ezt elég sokáig csináltam. Minden más mellett volt egy kis boltom bent a városban, dolgoztam egy nyomdában. Úgy kezdtem, hogy nyomdában dolgoztam, aztán lett egy boltom. Aztán utána maradt csak az állattartás és a sajtkészítés. Amit most 10 éve hagytam ott, már mint Somogyországot. 10 éve hagytam ott, 10 éve költöztem vissza Fehérvárra, ahol ugyanezzel kezdtem el foglalkozni. Persze sokkal nehezebb volt, mert nem volt egy házam, nem volt semmi, ahol tudom csinálni a dolgot, de megpróbáltam megkeresni azokat a helyeket, ahol lehet csinálni. Hát így kerültem ide. Egy nagyon aranyos juhász embertől kérdeztem meg először, hogy hogy kell sajtot csinálni, aki azt mondta, hogy a sajtkészítés a világ legegyszerűbb dolga, nem kell hozzá semmi, csináld ezt, tedd bele ezt, azt kész. Aztán volt a környékben egy házas pár, akik ezzel foglalkoztak nagyon-nagyon régóta, ők kecske sajtokat csináltak, és tőlük is kérdeztem dolgokat, de hát ők úgy vigyáztak a titkaikra. Úgyhogy maradt az, hogy elkezdtem kísérletezgetni. Megpróbáltam mindent fölírni, hogy mit, hogy csinálok, mit, hány fokra melegítek a tejen. És aztán abból lettek azok, amiket csináltam. Beszéljünk múlt időben, mert most már nem nagyon csinálom a sajtot. Tehát mindenki úgy gondolja, hát ha megkérdezzük az összes sajtkészítőt egy-két kivételével, akkor mindegyik paraszkodik arra, hogy nem megy ez az egész. És nekem meg túl sok energiámat emésztett föl, hogy egyedül csinálom. Egyedül kellett az állatokat eltartanom, fönntartanom, egyedül kellett fejnem, egyedül kellett sajtot csinálni, és még piacra is vinni. Tehát Iván ugyan sajtot már nem készít, viszont helyette talált olyan dolgokat, amibe ugyanúgy, mint annak idején a sajtba, a szívét, lelkét bele tudja tenni. Nekem ilyen nagyon magas szociális érzékem van, tehát én eléggé tudom szeretni és sajnálni azokat az embereket, akik lecsúsztak. És így kezdtem el foglalkozni gyerekekkel, halmozott a hátrányos helyzetű gyerekekkel. Szerencsénk volt, nyertünk egy pályázatot, barátaimmal meg tudtuk csinálni ezt a tanodának nevezett dolgot, illetve el tudtuk indítani. Ezt nagyon-nagyon köszönjük a helyi pátkai református gyülekezetnek és a református papnak, Ország Istvánnak, hogy besegített ebben a dologban. Ők adtak helyet a dologhoz, és hát miután megvolt a hely, ahol elkezdtünk először mi tevékenykedni, akkor megtaláltuk azokat az embereket, akikkel együtt tudunk dolgozni, helyiek, pedagógusok, és hát aztán jöttek a gyerekek, akiket tényleg meg kellett szelídíteni. Nem voltak vadak, tehát nem szelídítés, ezt ne úgy érse valaki, hogy itt oroszlánokkal álltunk szembe, hanem ők nem voltak még bizalommal irántunk. És ezt kellett elnyerni náluk, hogy hát ezt a bizalmat, mert ez egy fontos dolog, hogy bízunk egymásban. Most remélem már bíznak, és így egyre többet tudunk segíteni nekik. Az oktatási rendszerünk olyan, hogy aki akár fölfelé, akár lefelé kilóg egy kicsit a rendszerből, nem fér be. Tehát nem fér be a dobozba, és nem tudnak vele mit kezdeni a gyerekek. A hiperaktív gyerekek nagy része nem azért, tehát velük lehet mit kezdeni. Csak meg kell tanulni, hogy kell bánni velük. Ha egy ilyen tanodában mi elkezdünk foglalkozni velük, akkor mi meg tudjuk találni azokat a pontokat, amin keresztül az a gyerek majd valaha kiteljesedhet. Bár ez nagyon hosszú idő. Tehát itt nem arról van szó, hogy egyik hónapról a másikra eredményeket tudunk felmutatni, ez nagyon-nagyon hosszú idő, sokszor 10-15 év. Az állandó létszám az nagyon változó, tehát nincs egy állandó létszám, mindig aki akar jönni, az jön, tehát ez nem egy kötelező hely. Ha akar jönni, valaki jön, ha nem akar jönni, nem jön. Ha valami gondja van, akkor megkereshet minket.
ha jól érzi magát a világban, akkor csak abba segítünk, hogy mit tudom én, elvisszük uszodába, vagy segítünk valami, vagy egy iskolát találunk neki, ahova el kell menni. Nagyon változó. Körülbelül 40 gyerek az, akivel kapcsolatban vagyunk. Ezek nem napi kapcsolatok. A tanodában körülbelül hát olyan 10-15 gyerek jön rendszeresen. Általában játszunk a gyerekekkel, nem kötelező tanulni nálunk, tehát nem az van, hogy ha van a házi feladatod, akkor hozd és megcsináljuk. Sokkal jobb taktika az, hogyha ők igénylik a dolgokat. És már elég régen jutottunk oda, hogy önmaguk hozzák a házi feladataikat, és segíteni kell nekik a dolgokban. Itt krumpli van vetve, itt most idevetettem a kerítés mellé az uborkát, menta és citromfű, és a fokhagymát szétszedték a tyúkok. Ide sárgarépát vetettem, ott szintén tökök vannak, itt csemege kukorica van három sorban, mert hogy a lányaim imádják. Mi van még? De a paradicsomot, paprikát, szóval a lecsónak való, azt teljesen megterem. Az állatoknak tököt, tehát a disznók imádják a tököt, azt is. A zöld bab szokott nagyon szép lenni, azt most ide vetettem. A fenyőfák alatt sütőtök van. Hát két sor retek van, de az nem fontos, és akkor van még egy másik kiskert. Menjünk át oda. Nem szoktam hajolni különben a kertben. Mindig le, térdelek. Mert hogy rossz a derekam. Nagyon keveset kapálok, hanem a sorok közét mindig beterítem szalmával, vagy valamivel, ez múcsolásnak hívják, és akkor nem üt át rajta a gaz. A növények meg nőnek. És kevesebbet kell locsolni, tehát kevesebb villanyt, kevesebb vizet használok. Korán kelő vagyok, én 6 óra környékén már kelek, akár tél, akár nyár. Hát el kell rendezni az állataimat, éhesek a csirkék, a disznók. Aztán utána, hát olyan 10-11-ig pörgök, akár a kertben, akár a bent a lakásban főzők, amit láttátok most is épp a hétvégi kaján készül. Egy, ez az egy darab finom tyúkból. Amit én magam nevelgettem, én öltem meg, én pucoltam meg, édesanyám segítségével. 11 órakor én teljesen pihibe vágom magam, tehát kell egy kis pihenő. 11 óra dél környékén, akkor abba hagyom a munkát, akkor semmit nem csinálok. Akkor elolvasom a leveleimet, esetleg megnézek egy filmet, vagy levelezgetek. És aztán 4 órára bemegyek a tanodába. Egészen 7 óráig ott vagyunk a gyerekekkel. 7 óra után hazajövök, és ugyanúgy, mintha reggel lenne, újra az állatok. Télen favágás, nyáron kaszálása, mert hogy a röfik nagyon szeretik a zöld kaját. Amikor nagyon-nagyon jó idő van, akkor rendszeresen járok ki ide a mögöttünk lévő tóra, mert hogy gyönyörű. Nézem a madarakat, riogatjuk a kormoránokat, hogy ne egyék meg a halakat, amik bent vannak. Aztán este 7 órakor pihi. Minden héten egyszer bemegyek a városba, olyankor beszoktam menni egy kocsmába, barátaimmal beszélgetek. Ennyi. Nagyon egyszerű az életem. Hát ez is egy civilizáció. Tehát nem kiköltöztem, mondjuk esetleg a városi civilizációból költöztem ki egy tanyára. Van itt minden, tehát itt van villany, van víz, saját kút van, amiből az ivóvízemet, meg mindent meg tudok csinálni. Sőt, a locsolást, a kertemnek a locsolását. Mondhatjuk így, de hát ez szerintem szintén egy olyan civilizáció, amiben jó élni. Sőt, én nagyon jól érzem magam benne.
Azt akkor egyáltalán nem bántad meg, hogy ide 5 évekig költöztél? Nem, egyáltalán nem. Nem is hiányzik semmi? Hát persze, hogy hiányzik. Tehát én azért egy a kultúrában pörgő ember voltam. Tehát én jártam színházba, én koncertekre jártam. Ez most kevesebb, ez sokkal kevesebb. De ehelyett kapok mást. Tehát, és hogyha tényleg olyan nagy lenne az igényem erre a dologra, akkor hát bemennék. Sőt, így is bejárok, csak nem olyan sűrűn, mint eddig. És még mielőtt elkezdtünk itt beszélgetni, mondtad idefele jövet, hogy most már megnyugodtál, vagy nem is tudom, hogy fogalmazd, hogy felnőttél. Ahhoz ez kellett, hogy ide kiköltözzél? Kellett hozzá, nagyon kellett hozzá. Tehát én, hát ismersz régebről relatív, mondjuk 6 évvel ezelőtt találkoztunk először, vagy 7 évvel ezelőtt, már nem emlékszem pontosan. Azért mindenhol ott voltam. Tehát tényleg kiállítás megnyitókon, koncerteken, színházban, nálatok is a Szabad Színházban megfordultam. Úgy gondoltam, hogy nagyon-nagyon fontosak az emberi kapcsolatok. Ami még mindig úgy gondolom, hogy nagyon fontos, de nem kell hajtani. Tehát, hogy az emberi kapcsolatok eljönnek. Nem kell ahhoz folyamatosan ott lenni valaki mellett, hogy tudj vele beszélgetni, hogy jól tud magad érezni mellette. Néha elég. Jó a magán. Szeretnék nagy utas lenni, sehová se az a menni. Fejem alá batyút tenni, s egyszer már nagyon pihenni, s egyszer már nagyon pihenni, fejem alá batyút tenni, sehová se hazamenni, szeretnék nagy utas lenni. Még 5 évig van ennek a háznak a szerződése, tehát még 5 évig mindenféleképpen szeretnék itt lenni, ha csak nem közben jön valami, de épp már néztem egy kis présházat itt a faluban, amit szeretnék megvenni. És akkor maradok itt, csak kicsit beljebb költözöm. Tehát ez az életforma abszolút bejött neked? Ez nekem mindig bejött. Tehát akkor, amikor egészen kis gyerekkoromban nekem rajzolni kellett valamit, akkor is mindig valami hasonlót rajzoltam le és gondoltam el magamnak. Nem volt. Tehát ez nekem egy olyan embernek, aki világéletében a városban nőtt föl, és csak ahhoz szokott hozzá, lehet, hogy ez új. Nekem azért nem, vagy hogy furcsa, nekem azért nem volt ez, mert tényleg gyerekkoromtól kezdve ez volt az én agyamban, hogy nekem ilyen helyen kell élni. Tehát a beszélgetés elején ugye kaptál egy kérdést, hogy minek készültél, akkor lehet, hogy ide készültél. Hát igen, lehet. De hát akkor ez még nem volt tudatos, vagy nem volt? Hát ösztönös volt az egész. Ebben egyébként hiszel, hogy az embernek így megvan rendeltetése, hogy ő hova kell kerüljön? Hát sokféleképpen lehet hívni rendeltetésnek ezt a dolgot. Én nem hiszem, hogy ez sors, vagy bármi ilyesmi. Van, akinek szerencséje van, és meg tudja valósítani azokat a dolgokat, amiket gyerekkorában elképzel, és vannak, akinek nincs szerencséjük, és nem tudja megvalósítani. Nekem szerencsém volt. Én nagyon jó helyen vagyok itt. Álmodni volt őseimről, virágnéző hőseimről. Álmodni volt őseimről, virágnéző hőseimről. Attól érzi jól magát az ember, hogy legalábbis én attól érzem jól magam, hogy már régóta nem törekszem arra, hogy jól érezzem magam. De nem akarok én mindenféleképpen boldog lenni. Én már nem keresek barátnőt, én már nem keresek semmit. Vannak gyerekeim, most megszületett az unokám is a télen. Eljönnek a dolgok, aminek el kell jönni. És ezt nem sorsszerűen mondom, tehát nem úgy jön el, hogy mert ez meg van írva, hanem majd egyszer megtalálom azokat az embereket, vagy azt az egy embert, akivel jó együtt lenni. És lehet, hogy csak időlegesen, mert változnak a körülmények, de ez van.
esti tűznél beszélgetni, magam halálra égetni. Esti tűznél beszélgetni, magam halálra égetni. Szóval tényleg az én igényeim ilyen nagyon minimálisak. Én nem akarok, nem akarok gyűjtögetni, nincs mire gyűjteni, én nem akarok, nem érdekel a pénz. Olyan szinten érdekel, mint amennyire kell, hogy érdekelje az embert, hogy be tudja fizetni a számláját, hogy a telefonján legyen, hogy az internetet el tudja érni, mert ugye a kommunikációnak ez a szintje egy nagyon fontos dolog, de, de most jó az nekem, hogyha van 3 millió forintom, vagy milliárdjaim. Mire megyek vele? Tök jó lenne, valószínűleg megint rákölteném, nem megint, hanem rákölteném azokra az emberekre, akikre érdemes rákölteni. Ha lenne. De nincs. És nem is lesz. Kiket nevezünk most ennek esetben érdemes rákölteni embereknek időzőben? A gyerekek.